Annie Hall. Fényképezte Gordon Willis. Írta Woody Allen és Marsha Brickman. Rendezte Woody Allen. Igenis depressziós. Semmit nem csinál, egész nap csak ül. Van valami baj, Elvi? Mondd el dr. Flickernek. Azt hiszem, olvasott valamit. Szóval olvastál valamit? Azt olvastam, hogy tágul a világegyetem. Hogy tágul a világegyetem? A világegyetem az a minden. És ha egyszer elkezdett tágulni, akkor szét is fog esni. És akkor mindennek vége lesz. Mi közöd van neked ehhez a dologhoz? Nem hajlandó házi feladatot írni. Így már semmi értelme. Ebben nekem ne keverd bele a világegyetemet! Te itt laksz Brooklynban! És ha jól tudom, Brooklyn nem tágul. Sőt, Elvi, még évbilliókig nem is fog tágulni. Nekünk az a dolgunk, hogy jól érezzük itt magunkat a lehető legjobban. Ha? Ha? Te kocsival vagy? Mert úgy kérdezted, hogy kocsival vagyok-e, mintha azt akartad volna, hogy vigyelek el, mert hogy éppen, hogy nem vagy kocsival. Valahogy nem tudom, na mindegy, hagyjuk, csak éppen itt áll kint a kocsim a klubban. Hát az már tényleg vicc. Akarod, hogy elvigyelek? Igen, kösz. Merre felé mész? Én a belvárosba. Ja, akkor nem, nem arra lakom. Hát akkor majd arra megyek, ha merre laksz. De azt mondtad, hogy a belvárosban mész. Oda is megyek, csak... Ez szóval nem időre megyek, úgyhogy nem kell sietnem. Egyébként sem szeretek egyedül autózni, jobb, ha ül mellettem valaki. Ja. Wandered around and finally found this somebody who could make me be true, could make me be blue. Tudod, semmi komoly halucinogént nem használok. Fejreállok tőle. Utoljára 5 éve szippantottam. Na is. Akkor is egész éjjel brekegtem. Te bírod? Csak akkor szívom, ha túl feszített vagy ideges vagyok, mert általában megnyugszom tőle, laza leszek. Igen. Te nem fogod elhinni, de... Csak nem. Ezt a Baldovert. Bemutatom neked Mr. Rózsaszint, Miami Beachből. Ez valami tombolán nyerte ezt az utazást, ez biztos. Hajóval, New Yorkban, félpanzióval. Na, ezek se rosszak. Most jönnek a kempingezés. Nem buzik ezek véletlenül? Ó, az úr nem olasz véletlenül. Hogy? Jaj, dehogy nem. Szolid mafiózó. Építőanyag vagy telekspekulás. Hé, senki sem mozduljon, én a kalaposnál revolver van. Most hazamegy és fölkoncolja a házmestert. Nem tudom, de olyan, mintha te fantasztikusan érzéki vagy. Soha életemben nem találkoztam még ilyen nővel. Néha arra gondolok, hogy te jó Isten, lehet, hogy ez valami perverz némben. Miből gondolod, van bennem valami furcsa? Te őrületes vagy az ágyban. A tested minden pontja érzékeny. Akárhová nyúlok, azonnal felizulsz. Megsimogatom az orrodat, vagy hozzáérek a fogadhoz.